Sziasztok, itt vagyunk a ligetvédő tárgyalásán, ahol csoportosan elkövetett garázdossággal vádolnak. Hány ember? 9 ember. Én 12-től öltöttem. 12-től, nem ugyanaz a 12-től. A valóság mellett nem mindenkit, nem csak a ligetvédőknek, hanem a biztonsági őrök között is találtak fel. Viszont jó jelent, nem a Kovács Erika ügyész. Nem lesz itt, mert egész napos dolog, úgyhogy... Hogyha az ügyvéd itt az ügyvédel, akkor... Jó lejtőt kell ne lenni? Szeretnél mondani az ügyről valamit a többieknek? Az élő videó a Facebookon. Elképesztő. Szóval ez egyik legsúlyosabb ösztét van a politikai ügyek között, és aminek most kezdődik a tárgyalása. Az ügyészség lerakott egy olyan vádiratot, de mindegy, majd lesz ebben ügyvéd. Megjött a Marc is. Tehát azért vagyunk ma itt, mert 2016. júliusában a Városligetben a Volt Kertem területén, amikor a biztonsági őrök ellenünk követtek el garázdaságot, azt ránk akarják enni, pont. Szia! Szia, Marci! Már megérte eljönni, még puszit is kaptam. Ebben nem. Állítólag 6,5 órás lesz a tárgyalás, ha szeretnétek jönni, várunk titeket is. Markó utca 25, 3. emelet, 383-as ajtó. Bejöttök hallgatóságnak, várunk titeket szeretettel. 9 ligetvédő és 3 biztonsági őr, ha jól értelmezem. A bűn elkövető. Hogy érzed magad? Hogy érzed, mi lesz a vége? Mindjárt. Taps. Tudja, hogy mi nyerünk. Ebben biztos vagyok. De hát én úgy érzem, hogy felmentenek minket, ha mégsem mentenek fel és megbüntetnek minket, akkor ugye ez arról szól ez az egész történet, hogy szándékosan büntetnek meg minket, és szándékosan ugye a hatalom kezére játszik is a bíróság. Mindenki ártatlannak ugye vallotta magát, de bűncselekményt nem követtünk el, rendesen mint aktivisták, ugye mint ligetvédők voltunk. Hát ugye mit szeretnék csak elmondani, én bízom rá. Szeretnétek nyilatkozni a mai tárgyalásról? Szeretnél nyilatkozni, Olga, véleményed a mai tárgyalásról? Nikó. Véleményed van a mai tárgyalásról? Igen, nagyon vártam a mai tárgyalásra. Végre ez a bűnügybe. Végre napsugár és a világosság és mindenféle fények végre megmutassák, hogy hol az igazság. És mire vársz? Mi lesz a végeredmény? Mire számítasz? Te vagy az egyik vádlott, azt hiszem a harmadrendű, vagy negyedrendű. Győzelemre. És mit követtél el, vagy mit csináltál? Semmi. Meg volt a szerződ arról győződve, hogy magyar történet egyik legsötétebb foltja az Orbán kormányzat. És ezért jöttél ki aznap a Városligetbe, hogy megvédd a ligetet. Várom a témát. Jön csoportosan, ezt a rezsimet valamiképpen ellenzik, és harcolnak ellen. Legyen az állatvédelem, legyen az növényvédelem, és legyen az természetvédelem, legyen az a politika, vagy legyen politika, tehát bárki, aki ez ellen tényleg a magyar történet legsötétebb foltja ellen képes szervezőkben az oldalában, és mellette vagyok, bármi. Bocsánat, ki lehet mondani, hogy
nekem írta, hogy 20 perc, azt mondta, hogy itt lesz. Jó. De azt mondta a bíró nőnek. Tehát, hogy nem ilyen áttételesen. Nem, azt írták, hogy elindult már, trolling van. Honnan? Mi a véleményed? Szia! A mai tárgyalásról. Szavarhatlak? Elmondod a véleményed, mit érzel most a tárgyalás előtt? Teljesen nevetséges, hogy a féligetet lerombolják, és közben az arról megy az ügy, hogy mivel nyomtuk egy térítést. Miközben a ligettel lassan használhatatlan az emberek kihődön járnak, mert szét van túlozódva, és közlekedési múzeum semmi nem használhatatlan, és betűnő csalnak. Köszönöm. És mit érzel, mi lesz a végeredmény? Hát nyilván valami szimbolikus jelentékeny élet lesz, már egy kérdés, hogy csak ha felmentenek. Az egész egy megkurcolásra szól, hogy az emberek ne tiltakozzanak. És ugye most már aláírás gyűjtött, nem is kell gyűjteni, mert összejött, hogy az emberek ezt nem akarják. Csak nem jönnek el tiltakozni. A budapestiek 80%-a nem akarja a ligetbeépítést. Köszönöm. Kedves Linda, mi a véleményed? Itt tárgyalás előtt, nem is tudom, hatod, hetted, rendő, vagy jószad, rendő, vádlottként. Hát a mai tárgyalásról. Mi lesz a végeredmény? Korán kezdődik. Tehát még aludtál volna. Nagyon sokat. Én biztos vagyok benne, hogy nyerni fogunk. Én is a végső győzelem. Neked van véleményed, nem vádlottként? Van. Nekem annyi, hogy bármi is történjen ma, ez csak első életre nem adjuk föl, valójézzük. Így van, az új törvény ellenére is, új JTV ellenére is. Szia Béla, véleményed a mai tárgyalásról? Mi lesz a végeredmény szerinted? Győzni fog. Szerinted? Attila, mi a véleményed a mai tárgyalásról? Győzni fogunk? Nem tudod. Ez a legjobb. Nem tudom. Mi a véleményed a mai tárgyalásról? Így nem tudom hányad rendő vádlottként. Mire számítasz? Olyan rég volt, én már nem is emlékszem rá, mi történt. Azt tudom, hogy 16 közepén volt valamikor. Hát majd bent felveszünk, és akkor meglátjuk, hogy mi volt. Győzni fogunk? Csak bele. Tehát itt vagyunk mindannyian a Markó utcában, a PKKB-n. És várjuk a sikert. Sziasztok!